Bocsáss meg nekem, kérlek. Hányszor kell még azt kérnem tőled, hogy bocsáss meg? El sem tudtam képzelni, hogy beteg vagy. Nem tudom. Mit nem tudsz? Nem tudom. De mit? Nem tudom, hogy gondolhattad azt, hogy köztem és Juan Manuel között bármi is történhet. Mi van veled? Semmi okot sincs féltékenkedni. Mi? Nem is voltam féltékeny. Csak nem volt helyes, hogy itt vagy vele. Csak egyszerűen ennyiről van szó. És miért? Miért nem volt helyes? Mi az, a probléma? Miért? Miért? Mert ő a nővérem barátja. Te is az voltál, hm? De az más. Én... Tényleg? És van miért más? Mert az 25 évvel ezelőtt volt. Ó, és még nem ért véget. Sokat gondoltam mostanában Betániára. Betániára? Miért? Emlékszel, hogy azt jósolta neked, hogy fiat születik? Igen, de tévedett. Ha nem tőled lesz, akkor nem akarok még egy gyereket. Mi történt? Váz! Jobban vagy? Nincs baj, csak iszonyúan fáj. Jól van, Sánchez, elmehet. Jól van, asszonyom. Rendben, köszönjük. Bevigyelek a kórházba? Ne. Beviszlek a kórházba. Ne, hamarosan véget ér, nyugodtan. De egy orvosnak is látnia kell. Persze, el fogok menni egy orvoshoz. De folyton vizsgálatokat csinálnak rajtam. Amióta meglőttek, mindig ellenőriznek. Ja, Istenem, micsoda fájdalom. Menjünk. Ne aggódj. Már hogy ne aggódnék? Szeretlek. Milyen kellemes meglepetés. A kedvenceid? Maradsz? Igen, maradok. Várj, mivel mindketten itt vagytok, bejelentek valamit. Mi történt? Mit? Egy csomó tervem van. Igen? Jogsit akarok szerezni, mert nagyapa vesz nekem egy autót. Emellett nyitni szeretnék egy boltot, ruhaboltot, sportruházati boltot, azt úgy szeretem. Gondolkodtam, és azt kérdeztem magamtól, hogy mit is szeretek, a sportot. Ezért szerintem ez jó ötlet. Ácsavár Urien vérfolyik az ereimben, üzletasszony leszek. Ácsavár Urien. Páz! Micsoda meglepetés! Gyere be! Elnézést. Jól vagy? Mi a semmi, baj? Semmi. Bocsánat, hogy zavarlak, de nem tudtam hová menni. De hiszen tudod, hogy rám mindig számíthatsz. Gyere! Ezért jöttem ide. Helyes. Mi az? Jaj, mi történt? Nem jutottatok dűlőre Aguirrével? Nem erről van szó. Ki készültél? Most jobban, mint eddig. Miért? Mert attól tartok, hogy terhes vagyok. Terhes vagy? Igen. Minden jel erre utal. Nem biztos még teljesen... De hát olyan fájdalmam volt, amiből erre következtettem. Ha valaki korábban azt mondta volna, hogy nekem még lesz egy gyerekem, nem hittem volna el neki. De aztán jött Aguirre. Aguirre és a jóslat. Jóslat? Igen. Valaki azt mondta Juannak, hogy fiúgyermeke lesz. Értem, megjósoltak, jól vanna, de... És mi van, ha biztos lesz? Akkor mit fogsz csinálni? Megtartom. Tudom, hogy kockázatos az én koromban, de vigyázok. Eljárok orvoshoz. És amúgy sem érdekel. Nem ám... A karrier, csak a család. Holnap reggel elmegyek a nőgyógyászhoz. Elképesztő. Jaj, hallgatlak is.
Folyton csak magamra gondolok. Én soha nem akartam gyereket. Mert úgy gondoltam, leköt engem. De az egyetlen nő, akivel felvállaltam volna még ezt is, az te vagy. Nem szeretem azt a szót, hogy leköt. Durva megfogalmazás. A gyerek nem leköt, hanem összeköt. Vagy legalábbis én így gondolom. A kapcsolatom Alejandroval örökre összeköt. Történjék bármi. Nem leköt, összeköt. Életemben most először vagyok magányos. Én nem vagyok tolószékben. Mégis ugyanezt érzem. Micsoda meglepetés, ilyen korán. És képzeld, elmegyek veled a nőgyógyászhoz. Ne, tényleg megtennéd ezt érted? Persze, ha terhes vagy, akkor melletted a helyem. Hiszen ez a dolgom, nem? Iszunk egy teát, van még időm, elmegyünk. Az jó lenne. Már kész van. Hova, asszonyom? A hotelba, Juan Manuel. A hotelba? Igen. Jó. Bocsánat. Semmi baj. Vegye csak fel. Köszönöm. Természetesen. Nincs mit. Hello? Találkoznunk kell, apa. Sürgős, hol vagy most? Most bemegyek a lakosztályba. Nagyszerű. Majd hívom, ha szükségem lesz magára. Az rendben van. Megvár? Persze, itt várok. Köszönöm. Igen. Apa! Tatu, mi történt? Mi olyan sürgős? Mi történt? Nem hittem el neked, hogy szakítottál Pázzal. De most már elhiszem. Ezt akartam elmondani. Miről beszélsz? Pázz nénikém. Pázz néni. Mi? Kisbabát vár. Foszkótól. Mi? Hát nem elképesztő.